Augusztus utolsó és szeptember első napjaiban kapták meg az iskolai kampányoltás keretében a koronavírus elleni első vakcinát az arra regisztrált fiatalok. Országszerte több mint 2000 helyszínen szerveztek iskolai oltást, és ott közel 47 ezer diák jelent meg. A fiatalok minél nagyobb átoltottságának jelentőségét hangsúlyozta a 35 percnek nyilatkozó gyermekorvos, hiszen, mint mondta, akár tünetmentesen is továbbadhatják a vírust. A betegségre fogékonyabb idős korosztály, vagyis nagyszüleik számára, akik akár bele is halhatnak abba. Többen az oltással járó akut szövődmények miatt nem kérik a vakcinát, miközben ezek hasonlóak a többi védőoltáséhoz. A helye fog fájni, esetleg duzzadt lesz, esetleg piros, lehet egy kis láz. Ezek a szokásos oltást követő helyi reakciók. A fiatal felnőttek, fiatal férfi felnőttek körében azonban leírtak szívgyulladást is, mint hosszú távú, illetve az is akut szövődmény, de viszonylag ezek jól gyógyulnak. Elég kevés az esetszám, de ezt be kell tudni, hogy van egy ilyen mellékhatás is. Az oltási hajlandóság az iskolások körében hasonló a felnőttekéhez. A középiskolások között kicsit nagyobb, sok olyan helyen, programon ugyanis védettségi igazolvány szükséges, ahová ők menni szeretnének. A szakember kiemelte, mivel a koronavírus sok esetben felső légúti megbetegedéssel jár, a higiéniás szabályokat minden ilyen esetben fontos betartani, függetlenül attól, tudjuk-e, mi okozza a tüneteket. Nem a kezünkbe, hanem a zsebkendőbe vagy könyökhajlatba tüsszentsünk, amennyire lehet a másfél méteres távolságot olyan közösségben megtartani, ami nem ismerős. Nem kellene azokat a gyerekeket, akiknek légúti tüneteik vannak, azokat az iskolába engedni. Egy kicsit nehezen fogadják el a szülők, hogy most azért mégiscsak zajlik egy pandémia, és hogy most a tüneteknek a meglétét szigorúbban vesszük, és az előírás, hogy gyakorlatilag 10 napig otthon kell maradni a tünetek kezdetétől egy gyereknek. A maszkviselés nem kötelező ugyan, de köhögésnél, tüsszögésnél, orfolyásnál érdemes azt hordani. Mivel nem ért véget a járványhelyzet, a gyermekorvos szerint továbbra is fontos az oktatási nevelési intézményekben a gyakori szellőztetés, valamint a napközben kint töltött idő. Azok a gyermekek egyébként, akik a kampányoltás keretében nem kapták meg az oltást, még mindig regisztrálhatnak rá az oltópontokon.